Sok szeretettel köszöntöm a Pax TV nézőit. Milyen az Isten? Békességes. Ő a békesség Istene. Tesszalónika beliekhez írt első levél, 5. rész, 23. verse így szól. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, Fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Ebben a levélben békesség isteneként jelenik meg az örökkévaló. Szükségünk van békességre? Úgy gondolom igen, ma talán jobban, mint bármikor. Háborúk dúlnak ma is, ember ember ellen támad, nép nép ellen, békétlenség van az emberi kapcsolatokban családok, házasságok, szülő kapcsolatokban is sajnos sokszor. Békétlenség van országok között, van ahol néhány éve, néhány évtizede, vagy több ezer éve. És mi az eredmény ennek a sok békétlenségnek és háborúskodásnak? Sérülés, fájdalom, sírás, halál. Ma nagyon nagy szükségünk van a békesség istenére, a vele való szoros kapcsolatra. A békesség szó a Bibliában majdnem háromszázszor kerül említésre. Tegnap beszéltünk a Szent Istenről, itt pedig arról olvasunk, hogy a békesség Istene szentelje meg bennünket. A lélek, az elme és a test épsége nagyon fontos, az egyszerű, még modernebb fordítás szerint itt a szellem, a lélek és a test épségéről beszél a Biblia. Szeretnénk, hogy a békesség Istene őrizze meg szellemünket, lelkünket, testünket, és adja nekünk belénk az ő békességét. János Evangélium a 14. részben Jézus mondja, békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek. Azt is mondja még Jézus, hogy ezt nem úgy adja, ahogy a világ, hanem ő valódi, nagyszerű ígéretként adja oda nekünk az ő békességét. Neki is nagy szükség volt Istentől való békességre, hiszen sok ellenségeskedésben volt része, sokan sokféleképpen támadták. A filippi beliekhez írt levél negyedik része Isten békességéről úgy beszél, mint ami minden értelmet meghalad. Mit jelent a békesség a szellemnek? Az ember szelleme képes kapcsolódni Istenhez. Ha Istentől való békességünk van, ha az ő békéje tölt be bennünket, akkor nem tudnak kihozni bennünket a sodrunkból, a béketűrésünkből. Akkor nem fogunk indulatosan és bántóan reagálni az emberi butaságra, és nem emelkedik meg a vérnyomásunk akkor sem, amikor lenne rá okunk. Mit jelent a békesség a léleknek? A lélek az érzelmeink, érzéseink helye, központja. Én úgy gondolom, hogy ha a lelkünk békességben van, bár ismerjük azt az élethelyzetet, amikor még éjszakai zakatolnak a gondolataink meg nem oldott dolgok miatt, de hogyha a lelkünk békességben van, akkor nyugalomban vagyunk, akkor tudunk pihenni, akkor pihentető és jó az alvásunk, akkor türelmesek tudunk lenni, és szintén említem, hogy a béketűrésünk, a hosszú tűrésünk nem fogy el. Mindannyian úgy éljük a mindennapjainkat, hogy találkozunk emberekkel, és ott bizony vannak konfliktusok. Vannak olyan helyzetek, olyan szavak, mondatok, amik kihoznának a béketűrésünkből. Hogyha Isten békességet tölti be a lelkünket, akkor meg tudjuk őrizni ezt a békességet minden körülmények között. Mit jelent a békesség a testnek? Úgy gondolom, hogy ez jelenti az egészséget, az épséget, a jó erőn létet erőt és bölcsességet a mindennapokhoz, a feladatok elvégzéséhez. Engedjük, sőt akarjuk, hogy Isten békessége töltse be az egész életünket. Ha belőlünk Isten békessége árad, akkor az emberek szeretnek a közelünkben lenni. Minél több a békétlenség viszály, annál nagyobb szükség van arra, hogy olyanok legyünk, akik Isten békességét árasztják magukból minden nap. Úgy legyen. Amen.